Szekszárdon a Művészetek Házában hallhattunk egy újabb különleges előadást, beszélgetést a magyarságról, és arról, hogyan lehet magyarnak maradni külföldön. Nádasdy Borbála osztotta meg velünk gondolatait. Édesapám földbirtokos volt, ugye, régi időkben, de én mostan Veszprémbe élek, könyveket írok, Franciaországba értem sokáig. A mai estén azért vagyok itt, megy a könyveimet bemutatni, ezzel az alkalommal, hogy Kepenyes Pál, aki szobrászművész volt, és Mexikóba élt, aztán mikor meghalt, itthon temették el, és én azt akarom ebben mondjuk bemutatni és bizonyítani, hogy ő is, én is külföldön sokáig éltünk, alkottunk, de mindig megtartottuk a magyarságunkat, és ez egy nagyon fontos dolog volt neki is, nekem is, és hát ezért vagyok itt, hogy ezt a kiállítást egy kicsit beszéljek is róla, meg ugyanakkor be is mutatkozzak. Három életrajzi könyvét a helyszínen is megtekinthettük, amikben többek között feldolgozta Magyarországról való kiköltözését, valamint külföldi karrierjének útját. 7 könyvet írtam összesen, ez a trilógia, amiről ön beszél, és ebben mondjuk az egész életem benne van, és a magyar, és a német, és a színész életem, és a francia életem, de utána meglátásaim, mióta hazaköltözte, éppen a meglátások, amit itthon észreveszek, vagy a férjem halála után az ő emlékére egy könyv, az Asszony szerelem, asszony sors. Én szeretek írni, és szeretem a véleményemet szépen mondva, vagy megírva átadni a közönségnek, mert nagyon fontos az, hogy az ember emlékezzen, és ugyanezt szépen elmondja, hogy az emlékeit, pláne akkor már idős lesz, és tapasztalatai vannak, akkor ezt írja meg, és terjessze, ilyen alkalmakkor is, mint a mai, és ez nagyon fontos, ez nekem nagyon fontos, és nagyon jól érzem ezt, hogy nekem úgy érzem, hogy feladatom van, ami érteti az embert. Ha feladata van. Van a ízes élet, az egy ilyen nem receptkönyv, hanem az ételek körülti hangulat, amit külföldön is észrevettem, és akkor lett az úton útfélen, az különböző előadások, amit az országba tartottam, vagy gimnáziumokba, az úton útfélen, és akkor van a asszony szerelem, asszony sors, és az utolsó pedig a képzelet szárnyán. Ezek a könyvek, amikkel szeretnék úgy bemutatkozni a nagy közönség előtt, és reményt adni az embereknek, hogy mindig érdemes újrakezdeni, mindig érdemes, és az életet szépnek találni. A Képzelet szárnyán című novellás kötete szintén tapasztalatai alapján íródott. Majdnem minden valóság, csak ki van színezve, mert a képzelet szárnyán. De majdnem minden, sőt, majdnem minden, nem mesekönyv. Ez egy átélt és észrevett, megfigyelt történetek, amit aztán a képzelet szárnyára rátettem, és elindítottam az útján. Az írónő elmondta, bár az elköltözés tűnhet egy kellemes utazásnak, bőven voltak nehézségek és buktatók. De soha nem felejtettük el azt, hogy bizony ez a kaland lehet veszélyes is. Ha az ember nem áll helyt, és mindig bizonyítani kellett, azt hiszem úgy Mexikóban, mint Franciaországban, hogy a befogadó ország, az nézzen fel ránk. Ezt mindig kellett bizonyítani. És még egy valami, hogy megtartani a magyar nyelvünket. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nagyon sok mindennel átsegített. Ez egy különleges nyelv, amit hogyha így itthon, vagy itt, vagy ott az országban beszélünk, egészen természetesnek találunk. De nem olyan természetes, mert különleges, más, és talán a külföldieknek érthetetlen, és épp azért egy kicsit, hogy mondjam, támadnak is minket ezért, mert ha valaki nem ért meg egy másikat, akkor védekezésképpen nem próbálja megérteni, hanem támadja. Ez az én tapasztalatom, és ez így van. Nagyon tudom, nagyon ismerem, és
én is mindig ismétlem egy sort a magyar költőkből, mert az adott erőt a továbbéléshez, és nem csak erőt, hanem büszkeséget. És ezek olyan dolgok, amit az ember mondjon el, mert még Magyarországon is kevesen értik azt, hát miért? Ez egy nyelv, igen, megtanultam, de a külföldi évek alatt, és aztán most is nagyon sokan mennek külföldre szerencsét próbálni, vagy kipróbálni azt, hogy milyen is az ő tehetségük, mert nagyon tehetséges nemzet vagyunk, hogy ott elfogadják, de viszont mindig vissza kell térni valakikhez, akik ezt az erőt adják, és ezek még talán ma is a magyar költők. A legfontosabb gondolat, ami az előadáson elhangzott, hogy bár a határon túli életnek köszönhetően rengeteg tapasztalattal gazdagodik az ember, azért mindig van, ami az embert visszahozza.